Na jó reggel, Vietnám üdv a csatornán. Szavaztok, gyerekek! Képerk érkezik. Amint látjátok a címből, hát nem egy vidám témával, viszont nagyon sokszor szoktátok írni, hogy jó lenne, hogyha lenne megint garázs sorozat. Hát Képer rákényszerült. Először is ide a géphez telepettem le, és szeretném elmondani így az előzményeket. Hú, nem is tudom, hogy hol kezdjük, így a térképen szeretném megmutatni egy-két dolgot, meg mindjárt egy kis ilyen elméleti síkon is fogunk mozogni, hogy mindenki értse és tudja figyelemmel kísérni ezt a gyors sorozatot. Hát nem is tudom, mennyire ez gyors sorozat, lehet az a lényeg, hogy nagyon szenvedős sorozat lesz. Aki ismeri tényleg a címbe foglal dolgot, hogy vezérműszi szakadás, az gondolom már fogja a fejét, és így úristen, úristen. Aki meg találkozott vele, az meg még inkább úristen, úristen. Először is előzmény történet. Az a lényeg, hogy nem is olyan régen vettem én egy Daewoo Matiz-t, ilyen kis futkozós autónak. A sztori az ott kezdődik, hogy ismerősöm szólt, hogy egyik női ismerőse eladná szívesen a Daewoo Matiz-át, nagyon olcsón, és nem érdekel engem. Nagyon kevés kilométerre. Ugye ez egy viszonylag idős autó már, ugye a Daewoo Matiz viszonylag idős, viszont 89 ezer kilométer van benne, azt mindenki tudja szerintem, hogy 89 ezer kilométer egy autó motorjában nagyon nem sok, és ez tényleg egy ilyen, hát ez nem az a tipikus ilyen osztrák tanárnő, vagy orvosnő, első tulajdonos, hanem ez tényleg egy csaj használta, és ő furikázott vele a városba. Szóval azért ment bele kicsik kevés kilométer, mert igazából ilyen munkabejárós, ilyen bevásárló autó volt. És nagyon olcsón, kevés kilométerre meg tudtam kapni. Nem olyan régen ezt megvettem, gondoltam, jó lesz. Egyébként tök élvezem, nagyon szeretem azt a kocsit, pont Ferika Havarom szokott így róla beszélni, hogy mindig, hogy ne, hát ez nem férfias autó, miért? Én nagyon bírom, mert tök kicsi ilyen, meg még ráadásul ugye tök ilyen kis, ilyen, nagyon kín vannak a kerekei és sarkán, és ilyen nagyon kis go-kart feelinged van. Oké, hogy nem olyan nagy lóerő, viszont nagyon kicsi a súlya, meg ilyen kis fürger mozgékony. Tök bírom, én nagyon szeretem, lehet vele gyorsan is menni, persze nem 200-zal, de ilyen kiló 30, kiló 40-eket vígan el lehet vele kis pörögni, ami szerintem teljesen jó, így tudom én, arra, amire én használom. Na, de nem is ez a lényeg, megvettem, kikövettem egy rettenetesen nagy hibát, nem cseréltem vezérlést, nem néztem meg. És akkor elérkeztünk ahhoz a naphoz, ami körülbelül két héttel ezelőtt volt, és akkor így próbálok egy magyarázatot adni arra is, hogy miért nem volt már megint videó. Hát azért nem volt már megint videó, mivel mindjárt el fogom mondani, hogy miért két héttel ezelőtt én ezen az útvonalon mentem, ahol itt látjátok, aki ismerős erre, az ismerős. Aki nem, az nem fontos, az a lényeg, hogy Zalaegerszegről jöttem hazafele, ebbe az irányba, itt van a Nagykapornak a következő falu, és itt egy ilyen viszonylag nagy domb következik. Annyi a különbség a mostani, mármint ugye a videóban látott körülményekhez képest, hogy este volt, este 8, ugye mivel tél van, tök sötét, ráadásul ilyen havas eső esett, mint az állat. El tudjátok képzelni, ablaktörlő jár, kicsit bepárásodva próbálsz hazafele veretni, mint az őrült, viszonylag 8 óra, hétköznap, azt hiszem ez hétfőn volt talán, és ilyen tök nagy forgalom. Akkor még nagy a forgalom. Ez egy elég forgalmas út. Amit is látjátok, mondjuk itt előttem pont nincsenek autók, de majd fogjátok látni, hogy megyünk fel a Google Y-on, itt fogjátok látni, hogy azért egy elég nagy a forgalom. Akkor is olyan nagy volt. Na, én itt veretek fölfele, mint az állat, és akkor így látjátok, hogy itt mennek az autók, ugyanígy elég gyakran. Kimentem én jobb oldalra a kapaszkodósába. Jobb oldalt megyek, csak itt a Google masszos autó egy kicsit kelimbózsát. Na, kimentem itt ebbe a sávba, ugye verettem fölfele, mint az őrült. Elhagytam ezt a kanyart. Itt van egy jobb kanyar, ugye. Itt kicsit kezd még jobban durvulni az emelkedő, mindjárt gyerekek, és itt körülbelül kb itt, ding, az autó megállt. A motor, szó szerint a motorja megállt, ugye kivillant az, ugye milyen szokásos, ugye a töltés, az olajnyomás,
meg a check engine. Ugye mivel megáll az autó, ez mindig ezek így kívülnek. Jó, van mondom, nem gondoltam nagy dologra, volt már olyan, hogy a gyújtó trafóból jövő kábel, ami a gyújtás elosztóba megy be, ugye, az lelazult és elmozdult. Nekem volt ilyenem, és tök ugyanilyen volt, hogy bing, így megállt az autó, eltűnt a gyújtás. Jó. Viszont ez egy nagyon szar hely volt, mivel, amint látjátok, ugye a kanyar után közvetlenül itt rohadtam le. Látjátok, hogy itt kapásból ilyen árok van, nagyon nem tudod lerakni az autót, mert beborulsz, ilyen látod, hogy ilyen srék. Szóval itt rohadtam le, kapásból ugye elakadási jelzőt felnyomtam, mindent, ami létezik, ködlámpát elől, hátul mindent fölkapcsoltam, hogy azért lehetőleg ne verjenek telibe, mert ugye azért itt jöttek lendületből föl az autósok, aki a kapaszkodón jött, azért is, az is azért tolta neki, ugye azért lendületben maradjon, és akkor így sokszor így, már a kanyar után így akkor vettek észre természetesen, hogy a francba itt van valaki, és akkor satú, és akkor még szerencsé, hogy két sáv van, ezért ugye el tudtak mellettem menni, de azért ugye tudjátok, szaridő, rossz látási viszonyok, tök para volt, vagy telibe vernek. Mondom, mit csináljak? Mondom, a legtávolabbi ismerősem is legalább fél óra, amíg ideér. Ahogy tréleres tívok, az is fél óra, amíg ideér legalább. Addig én itt megdöglök, telibe vernek, nem lesz jó. Ugye dönthettem volna azt, hogy gyorsan elfutok, elakadás jelzőt kirakom a kanyarral, kanyar elé, hát, ha észreveszik, tudjátok. De akkor is azt megcsináltam volna, de akkor is itt volt a para, hogy ez nem biztos, hogy jó. Meg akkor itt kell dekkolnom, akár lehet egy órát is, tudjátok, amíg ide ér valaki, meg akkor innen elvon. Szóval, meg ugye hát fölfele nem tudod tolni, hogy meg nem tudsz, nincs hova menned. Elég nagy forgalom. Figyeltem, hogy mi lesz, gyors kitaláltam azt, hogy én azt csinálom, hogy oké, hogy szabálytalan, tuplázáról van, de annak el kell innen tűnnöm. Jó, nem tudom, mi volt, az vírus, akármi. Mondom, csinálok egy olyat, hogy hátrafele elkezd. Gondoltam arra, hogy hátra ki legurulok. De hát hátra legurulsz, akkor ugye itt a kanyarba tuti telibe vernek, mert az utolsó pillanatban vesznek észre. Jó. Mondom, csinálok egy olyat, gyors kéziféket kiengedtem. Elkezdtem gurulni hátrafele, amikor nem jött semmi. Na mondom, ezt elhibázom ezt a manővert, akkor oldalról tuti telibe vernek, mert nem vesznek észre oldalról. Szürke autó, kicsi autó. Gyorsan, hátrafele, alá szedtem nagyon gyorsan, átugrottam ide ebbe a sávba, és akkor gyorsan visszatekertem a kormányt, és elkezdtem gurulni, így, tudjátok, egy ilyen évbe, így vissza, háromszor átléptem ugye a dupla záróvonalat, de mondom, innen menekülni kell, itt megdöglünk, itt ha autót nem hagyhatsz, itt nem maradhatsz, nem jó, egyébként kutya benn volt hátul, gyerekek, nagyon szar volt, na. Visszafele elkezdtem gurulni. Volt itt egy bejáró, elmondom, ide nem állok be, itt, hát ez ilyen, képzeljétek, télen nagyon szar volt. Mondom, megyek lejjebb, itt láttam, hogy vannak ilyen munkagépek, gurultam, ugye, világítás fenn, meg minden azzal nem volt gond, de ugye az is, mivel nem jár a motor, időleges, hogy meddig tudod ugye fenntartani az akkumulátorba, főleg, hogyha minden izzó megy, azért eszik. Ugye, hogyha a generátor nem tölt vissza, akkor előbb-utóbb az el fog fogyni, és lehet, hogy akkor fog elfogyni, még nem ér ide semmi. És koromsötétben, egy koromsötét autóval ott állsz, az nem biztos, hogy egy nagy életbiztosítás. Még mindig azt mondom, hogy koromsötét, itt nincs közvilágítás, itt nincs semmi. Ide beugrultam, ide, látjátok. Itt vannak munkagépek, voltak, két héttel ezelőtt volt ez kb. És volt itt egy biztonsági őr, és akkor ugye ez természetesen nem akkori felvétel, azért itt nincs most semmi. Begurultam, fölnyitom a motorháztetőt, tök sötét, havas eső, és én meg ráadásul egy ilyen öltönykabát, ilyen zakószerűbe voltam, csak mondom, autóban meleg van. Ja, autóban meleg van, a szakadó hóesésben, vagy ilyen havas esőben nem volt meleg. Még a hó is jobb lett volna, mert akkor nem állzok át. Egy órán keresztül cseszegettem a gyújtást, hogy biztos az, mert nincs, hallom, deker, dugatjuk, hallom, mozog, izé, nem, de nem indul a vert. Egy órát biztos elcseszegettem, átáztam teljesen, tök nagy sár volt, látjátok, hogy itt már nincs aszfalt, oda gurultam be, hogy kb. Hogy mit tudom én, ahol itt, ahol van a kurzon. Ha mondom, ez így nem lesz jó.
Szólok, szóltam a Szabi haverom, hazavontatni nem is akartam volna ilyenkor, mert mondom, akkor is biztos tök balesetveszélyes, mert tényleg tök mentek a kocsik, tudod? Azért ez egy elég gyors út. Mondom, hogy elkezdünk montatgatni keresztbe a hosszába, meg ugye akkor megint tök, adjuk itt inkább az autót. Szóltam havernak, másiknak, ismerősnek. Eljönne értem, kutyával haza kéne valahogy jutnom. Eljött értem, a kocsit bezártam, itt hagytam. Szabi haverom, innen is köszi neki a segítséget. Másnap eljöttünk a gépért, vezérgépért délután, még akkor nem sötétedett, ugye, nem is szerencsére, akkor már nem is esett az eső. Hazavontattuk, ház elé. Akkor még én nem tudtam, mi a baj. Mondom, én nem állok neki nagyon szerelgetni kint a ház előtt, ugye a kapuba. Nekem nagyon-nagyon lejtős a kertem, és a garázs a tetején van. Tehát nem tudtam bejárni oda. És nem tudtam kitalálni, hogy tudnám oda berakni, mivel körülbelül 8 embernek kellett volna jönni, aki betolja oda, mert ilyen tök lejtős, üves, szar az egész. Mivel is egyébként visszatérve erre, hogy ugye ez 2 héttel ezelőtt volt, ennek köszönhetően, hogy elásztam, tök megfáztam, tényleg még mindig érezni a hangomon szerintem, 2 hétig rohadt beteg voltam. Már másnap, amikor szaszába mentem, mentünk a kocsira, köhögtem minden, aztán megdöglök, és akkor, ja, és nem tudtam videót se csinálni. Mondom, nagyon tudni minden, komolyan. Megint azt hiszik, eltűntem, én meg itt szenvedek, mint a Pilátus macskája. Ez komolyan büntelen. És akkor ja, kinn a kapuba a kocsi, agyaltam rajta egy hetet, hogy hogy tudnám bevinni. Nem lehet behúzatni sem, mert ugye hát behúzod, akkor a garázsba nem tudod behúzni, mert oda a kocsi kell. Jó, mondom, mi legyen. Cégtől hoztam ezért, csörlőt, kézi csörlőt, ilyen láncos kézi csörlőt, amit 1,5 méterre jött körülbelül, 8 darab fölfogása kézzel becsörlöztem, 3 órán keresztül csörlöztem a Verdát, és bekerült a garázsba. És nézegetem, hogy mi a franc van vele, és megláttam a burkolat alatt a kikandikáló, elszakadt vezérműszíjat. És akkor itt áttérünk, ez a történet az egésznek, és áttérünk egy kis elméleti síkra, miatt kimegyünk a garázsba szerelni, mert szeretném, hogy értse mindenki, aki laikus, az is hogy működik a vezérlés, és hogy miért baj, miért olyan nagyon-nagyon durva, és miért az egyik legnagyobb probléma, hogyha elszakad a vezérmű szíj, vagy éppen lánc az autóba. Na, hoztam nektek egy ilyen képet, amin így nagyjából így mutatja, hogy igazából hogy épül fel a vezérlés, ez egy nagyon leegyszerűsített kép, hiányzik róla néhány alkatrész, például nincsenek szelephimbák, nincs izéje, meg 1 darab henger van, csak amint látjátok, nincs mondjuk vízpumpa, tök ilyen nagyon egyszerű az egész, csak az a lényeg, hogy értsétek meg. Az a lényeg, hogy ugye itt a főtengely, ami forog, forgó mozgást végez, annak köszönhetően, hogy ugye a dugattyú lefel jár, ugye ez a hajtókat megnyomja, és a főtengelyt forgatja. Forgó mozgása alakítja, ugye az egyenes vonalú mozgás, a dugattyú egyenes vonalú mozgása, forgó mozgása alakítja. Ugye annak köszönhetően, hogy robbanás, vagyis égés, jobban mondom, égés, gyors égés van, történik a motorban, akár legyen az dízel, vagy pedig benzines, egyébként most benzines autóról beszélünk. Ugye ennek köszönhetően, hogy ez a forgó mozgás itt átadódik a vezérműszíjra, ez a vezérműszíj átviszi ezt a forgó mozgást a vezérműtengelyre, és a vezérműtengelynek az a szerepe, hogy a szelepeket megfelelő ütembe mozgassa. Tehát a nyitást, a kipufogó oldali, vagy a szívó oldali szelepet, vagyis a beömlő szelepet akkor nyissa, amikor kell, a kipufogó oldalit akkor nyissa, amikor kell, és ugye ez egy ilyen zárt rendszer, aminek köszönhetően mindig tökéletes pontossággal nyitnak a szelepek, mindenképpen nagyon fontos, hogy nem akkor, amikor a dugattyú felső pozícióban van, mert akkor mi történik? Összeütköznek a dolgok. Tehát a dugattyú a nyitott szelepeket eltalálja, hogyha pont akkor lenne. De viszont, ha elszakad a vezérműszíj, ugye
a lendületének köszönhetően a motor tovább fordul még. Igaz, hogy akkor már ugye megszűnik a gyújtás, mert ugye a vezérműtengelynek köszönhető a gyújtásnak a sorrendje, mert azonban a gyújtás elosztó, tehát az vezérli. Tehát gyújtás is megszakad, de viszont a lendületnek köszönhetően tovább fordul azért mindenképpen, a dugattyú tovább mozdul, és hogyha nincsen szerencséd, akkor szakad el a vezérmű szí, amikor a bizonyos szelepek nyitott állásban vannak, tehát alsó végponton vannak, amikor a dugattyú felfele végző mozgás közben jól telibe puszíja őket, ami nem olyan túl jó, hogy fém a fémnek ütközik baró nagy sebességgel. Ennek a következménye tud lenni az, hogy mivel a szelep kap egy baromi nagy ütést, majdnem csúnyan szóval mondtam, eltörik vagy elhajlik, ugye maga a szelep szár, vagy pedig ugye a szelep tányér is el tud hajolni. A dugattyú tud sérülni, ugye akár át is tud szakadni, vagy csak egy ütést kap. A hajtókar ugye az is tud sérülni, a csapágyak is tudnak sérülni. Minden tud sérülni, ami ugye ezzel kapcsolatban van. És ez nem jó, ez nem jó. Úgyhogy én már láttam, amikor én ezt így láttam, hogy el van szakadva a vezérműszi, mondom, akkor most itt nagyon nagy bajok vannak. Ha nagyon-nagyon-nagyon rohadt nagy mázlid van, akkor úgy áll meg ez az egész rendszer, hogy nem ütköznek össze, ezen nagyon kicsi esély van, meg ugye a Murphy törvényének köszönhetően, konkrétan majd, hogy nulla, nem tudom, hogy volt-e már ilyen a történelemben, ismerősen beszéltem, ő nagyon biztatott, ő neki egy 16 szelepes Renault-ja volt, mondta, az 16 szelepet everte. 16 szelepet, minden egyet everte a dugattyúk, és 16 szelepet kell neki cserélnie, meg hát ugye itt rengeteg munka ugye lebontani egy komplett motort addig, hogy ki tud cserélni a szerepeket, az nagyon sok munka. Az nem olyan egyszerű. És na hát szerintem menjünk ki a garázsba, aztán térjünk át ugye az elméleti részt hagyjuk itt, és akkor a gyakorlatba folytassuk. Na papikáim, akkor lépjünk a gyakorlat mezeire, és kezdjük meg a szoporrollert. Hát én már megkezdtem, amit látjátok, próbálom így vázolni, hogy mi a szituáció itt az egészbe. Hogy mi történt, mert látjátok, azért történtek néhány apróság, itt már lekerült a helyről, van itt egy ilyen lámpám, amivel próbálom így mutatni a dolgokat, és elmagyarázni, hogy igazából mi a babi, és hogy hol tartunk, és mi az, ami történt. Na, amint látjátok, van nekünk most már egy vezérmű szíjunk fent, mivel ugye nem 100% volt az, hogy elverte a szelepeket a ugye a dugó, emiatt annyit megpróbáltam, hát az sem volt egy kicsi feladat, mivel egy rettel, nézzétek mekkora csodálatos nagy hely van itt, leszedtem ugye le kellett szednem a generátor szíjat, le kellett szednem egy, basszus, most meg felraktam ezt a felnét, mert közben felnét próba is van, meg minden, ha már egyszer, próbálom mutatni nektek ezt a ZXI tárcsát le kellett szedni, ugye ez a főtengelynek a végén van. Le kellett vennem ugye a generátor szíjat, amit láttok itt ez a... Ott. Ki kellett kötnöm a nívópálcát hozzá, hogy le tudjam venni a burkolatot, és innen lehetett konkrétan leszedni a vezérlést. Ugye? Hát leszedni nem kellett, mert ugye ez elszakadt. Szóval onnan tudtam felrakni az új vezérmű szíjat. Gondoltam, hát, hogyha szerencsém van, de hát nem volt, mivel nem működik normálisan a motor. Ugye elreállítottam, mindent megcsináltam, viszont és át is forgattam, tehát nem ütött, hallottam, hogy nem ér bele, és utána megpróbáltam indítani, de nem indult. Na, hát itt kezdődtek a gondok, és gondoltam, hogy akkor menjünk bele mélyebben itt a dolgokba. És a feltárás, ugye leszedtem a szelepfedalat, amint látjátok, ennek köszönhetően, hát halljátok, még mindig kicsit beteg vagyok, föltárult itt a probléma. Ezzel a kulcssal ugye át tudjuk forgatni a motort, hogyha rárakjuk a vezérműtengelynek a végére. Most olyan állásban van, hogy ezek a szelephimbák,
ugye, ezek a szelepimbák, ugye ott van a vezérműtengely, ugye ezeket a szelepimbákat mozgatja. Ezeknek a szelepimbáknak az a feladata, hogy ugye nyissák a szelepeket a megfelelő pozícióba, tehát ezt a szelepimba, ez lenyomja az ott a rugó közepén lévő. Szóval azoknak mondom egyébként, akik laikusak, hogy tudják követni, hogy igazából mi van. Laikusak a témába, úgy értem. Ugye ezek a szelepimbák a megfelelő ütembe lenyomják a szelepet, és miután akkor nyitnak, ugye, benyitnak a ugye ez a hengerfej, benyitnak, és például ez ugye kipufogoldás szelep, és akkor a motor öblítése így tud véghez menni. Amikor ugye ez a szelepimba felengedődik, akkor a rugó, ugye a szeleprugó visszanyomja a szelepet, és úgy záródik. Na, ez eddig nagyon szuper, de viszont ugye amikor a... Mert remélem, hogy látjátok, mert próbálom ide közelebb rakni. Jó, hát ez nem jó. Pillanat, bocsánat. Bocsánat, srácok. Na. És ugye, ha ez a szelepimba följön, akkor ki kellene jönni ennek a szelepnek is. Hát, mivel ugye a rugó kinyomja, amint látjátok, az a szelep nem jön ki, és az a szelep, azt nem tudom most látni, az a szelep se jön ki. Mondjátok? Hát annak ki kellene jönnie. És egyébként, hogyha, hát nem látok most be, de egyébként, hogyha belátni, a zseblámpával bevilágítok, a gyertyának a helyén, akkor itt az egyes hengerbe konkrétan látni, hogy a szelep, ez a, ugye a hátsó, ami ugye a befele vezető, tehát a beömlőnél lévő szerep, az konkrétan látszik. Szóval az, annak fel kéne jönnie, ez kapott egy olyan ütést, hogy valószínűleg elgörbült, szereptányér, vagy a bármi, és ennek köszönhetően nem zár vissza. A többi egyébként, azt látjátok, hogy hát itt ugye van ilyen kis holtjáték, ugye ez a szelephézagnak nevezik, szóval ilyen van egy minimális, vagyok ebben egy kicsit nagy, az nem feltétlenül azért megkapott. De hogyha átforgatom a motort, most már tök mindegy, mert ugye egyébként nem ütközik, mivel már elgörbült annyira. Látjátok, hogy ott például, most a kettes hengerbe, most például pont a himba nyomja lefele a szelepet, de amikor visszajön, akkor láttátok, hogy ez így vissza is jön vele, mivel a rugó kinyomja. Csak sajnos tényleg az egyes hengerbe lévő két szelep, az meg sem mozdul, az úgy beállt, hogy egyszerűen meg se tudod mozdítani. Tehát, hogyha megfeszíted akár egy csavarhúzóval, akkor se akar visszajönni. Egyébként a kettes, hármas hengerbe ez nem követ be. Tehát valószínűleg, hogy csak az egyes hengerbe csapott bele a dugattyú. Hát, ahhoz, hogy ugye ezt megtudjuk, hogy igazából milyen, mekkora kár van, ahhoz ugye le kell vennünk a hengerfejet. Le kell vennünk ugye a kipufogó lámlőt, le kell vennünk a szívósort, és meg kell nézni a hengerfejet. Ahhoz, hogy ezt meglássuk. Meg ugye ez nagyon fontos, hogy a blokkba ott történt valami probléma. Tehát, hogy a dugattyú az nem szakadt át, ugye át is szakadhat, vagy nem akár nem ennyire ütötte meg. Meg akkor ugye meg kell nézni mindenképpen, hogy a hengerfej az nem sérült. Ugye az is, hogyha ütést kap a szelep, az is sérülhet. Úgyhogy itt azért vannak problémák. Hát igazából a lehetőségek, amiket így ki tudnék ebből hozni. Ugye most azon áll a dolog, hogy két szelep eddig egyelőre. Most le kell bontanom majd a hengerfejet, nem nagyon, nem egy kicsi munka, és akkor ugye megnézem a belsőt. Ha szerencsénk van, akkor a dugattyú nem sérült, de egyébként esélyes, hogy sérült. Ha sérült, akkor ugye egy dugattyúnak a cseréje az nem egyszerű, mivel ugye a hajtókart azt egy oldalról tudod csak oldani, ugye a főtenger irányából, akkor ki kell emelni a motort.
mert itt ugye ezt nem fogjuk tudni megcsinálni. Hogyha nagyon-nagyon szar helyzet, tehát mondjuk letört valami, és ezt meghúzta a hengerfalad, vagy akármi, akkor meg egy donor, bocs, hogy remeg a kezem, csak egy kicsit hideg van, akkor egy donort kell vennem, valószínűleg akkor egy komplett motorcserét fogunk véghez vinni, úgyhogy ha nekem szerencsém van, akkor gyorsan megoldjuk a problémát, ha nektek van szerencsétek, akkor nagyon hosszú lesz ez a sorozat, és darabokra fogjuk szedni ezt a 08-os Matiz motort. Vagy pedig akár még egy komplett motorcserét is egyébként fogunk eszközölni. Ja, egyébként, ja, itt azért van ez a felni rajt, ne nézzetek hülyének, hogy itt mi a francot csinálok. Hát az azért van, mert vettem rá a nyári szetet, aztán megnéztem, hogy mekkora lesz. Egyébként most nagyon lem van, nagyon lem van ez a kerék, mivel ugye föl van bakolva a kocsi. Igen, hát látjátok, úgyhogy vannak itt problémák, nem kicsik, szenvedés az megy, mint ezerrel. Hát nem volt szerencsém, de talán nem is van lesz olyan nagy gond. Az nagyon nagy mázli, hogy valószínűleg, hogy a 2-3-as henger az nem fosta el magát, vagyis a szerepek abba. Hát az egyesben majd meglátjuk, hogy mi fog történni. Szerintem ennyi volt ez a rész. Bocs, hogy egyébként nem vettem fel mindent, ígérem, hogy sűrűbben fogok videókat csinálni erről a folyamatról, csak gondoltam először, szeretném feltárni, hogy mi is a probléma. Aztán várlak benneteket a következő résszel. Csáh!